van etetőhajótok, és sokat gondolkodtatok azon, hogy hogyan tudnátok ott is kihasználni a Deeper előnyeit? Hogyan tudnátok csatlakoztatni az etetőhajóhoz biztonságosan, és úgy, hogy mindig vizet érjen ez a kis okos halradar, valamint ne csak 100 méterig tudjátok használni? Ha igen, akkor tartsatok velem, mert ebben a videóban be fogom nektek mutatni, hogy milyen megoldással készült erre nektek a Deeper cég. Ez a csomag, amit a Deeper elkészített, ez két komponenst tartalmaz. A egyik, ez a mellettem látható kis torony, vagy állomás, hívjuk ahogy tetszik, ami igazából egy nagyon stabil és könnyen kezelhető tripodra felszerelt telefontartót, valamint, ami sokkal fontosabb, itt fölül egy jelerősítőt kapott. Ez a jelerősítő, ez lesz azért felelős, hogy a Wi-Fi kapcsolatot, ami a telefon és a halradar közötti adatáramlást biztosítja, ez a kis eszköz, ez föl fogja erősíteni, és most már nem csak 100 méterről, hanem annál jóval nagyobb távolságról is tudja nekünk a jelet küldeni a telefonra ez a kis varázsgömböcske. Viszont ahhoz, hogy ezt 100 méternél jóval nagyobb távolságra is be tudjuk juttatni, egyértelmű, hogy már egy etetőhajóra van szükségünk, viszont ahhoz, hogy az etetőhajóra ezt föl lehessen szerelni, több kritériumnak is meg kell felelni. Az egyik, és talán legfontosabb az az, hogy a Deepernek folyamatosan és mindig vizet kell érnie, nem jöhet ki a vízből, tehát hogyha egy merev karra lenne felszerelve és úgy lenne rögzítve a csónakhoz, akkor a hullámzásnál akkor néha kijönne a vízből. Itt egy teljesen flexibilis és a Deepert nagyon biztonságosan tartó karra lett, vagy lehet felszerelni a Deeperünket, és a csomag tartalma magában foglalja azokat az eszközöket is, amivel az etetőhajónkhoz ezt hozzá tudjuk szerkeszteni. Fontos még azt is elmondani, hogy a Deeper elvesztése, mivel egy nagyon fájó dolog, ezért két ponton is tudjuk rögzíteni a hajóhoz. Az egyik ugye ez a kar, amiben egy menetes csavar a egyik rögzítő ponton bele is tekeredik a Deeperünkbe, így fixálja azt ott. Másrészt pedig, mindjárt megmutatom, hogy ezt hogyan kell felszerelni, egy kis hevedert is kapunk a csomagban, amivel a csónakhoz lehet ezt a Deepert rögzíteni, így 100%-os biztonsággal mindig vissza fog az jönni a mi kis csónakunkkal. A tartókar felszerelése a hajóra az igazán egyszerű. Ehhez kapunk a csomagban kettő darab egy kis tépőzáras négyzetet, amit a csónak farába, a hátsó részre kell felragasztani. Keresnünk kell ott egy közel vízszintes felületet, és ide fel kell ragasztani. Nagyon fontos, hogy csak a csónak hátuljában lehet, ugyanis a csónak, ahogy töri a hullámokat, ha oldalra tennénk ki, akkor olyan szinten zavaró lenne a jel továbbításhoz, hogy az nem tudná a jelerősítőhöz, a jelerősítő pedig telefonunkra továbbítani a jeleket, szóval mindenféleképpen hátulra kell rögzítenünk a kart. A kart azt ezzel a kis, hát úgy néz ki, mint egy erősebb tépőzár, ezzel a felragasztható négyzettel kell rögzíteni a csónak hátsó részében. 24 órát hagyni kell, hogy száradjon a ragasztó, úgy fog biztosan oda rögzülni, majd egy nagyon egyszerű mozdulattal a karunk végén is található szintén erős tépőzáras részt, azt csak rá kell nyomni, és már meg is tartotta a kart a csónakon, vagy etetőhajón. Itt jön a következő lépés, hogy fel kell helyezni a halradarunkat, ez pedig olyan formában, hogy a bedobáshoz használt rögzítő csavart azt a legfelső pontra, a szonár tetejére helyeztem el, és itt a korábban már bemutatott rögzítő csavart
még beletekerem, ezáltal magához a karhoz már fixálva van a díperünk, tehát azonnal nem tud kiesni. Viszont itt van még egy pont, ugyanis bármi történhet, jöhet egy nagyobb hullám, belemehetünk akár hínárba, és ez azért le tud oldani egy nagyobb erőhatás következtében a csónakról ez a kar. Pontosan ilyen esetre kapunk egy hevedelt még a csomagban, ami úgy néz ki, mint egy nyakbalkasztatós kulcstartó, hát lényegében az is egyébként. Ennek a végéről a kis rögzítő fület azt fel kell hurkolni abba a csavarba, amiben dobáskor szoktuk a zsinórunkat belekapcsolni. A etetőhajón egy fix ponthoz rögzíteni kell a hevedert, amit most mondjuk azért egy kézzel annyira nem is olyan egyszerű, de csak megoldom, ezt belehurkolom a csónakba csatlakoztatott, vagy a csónak szállításához és cipeléséhez kialakított kis fogantyúba, és így már 100%-osan rögzítve van a díper a karral együtt a csónakhoz. Ha esetleg valami oknál fogva leoldana a tartókar a csónakról, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy ennek a hevedernek köszönhetően a csónak vissza fogja hozni a díperünket. Egyébként ez a kar, ez még teleszkóposan is állítható, tehát akár távolabb is el lehet helyezni a csónaktól. A díper rögzítve van az etetőhajóhoz, most már csak a jelerősítő tornyomat kell aktiválnom, és kezdődhet is a meder feltérképezése. Következő lépés az a jelerősítő kis tornyunknak a megfelelő beállítása. Kettő dolgot kell szem előtt tartani. Az egyik és legkézenfekvőbb az az, hogy a telefonunk kijelzője, valamint a jelerősítő eszköz az velünk szemben legyen. Itt legegyszerűbben ezt úgy tudjuk ellenőrizni, hogy a díper felirat, valamint a bekapcsoló gomb is az nekünk szembe van. A másik, ami nagyon fontos, az az, hogy legalább 1 méter 20 centi legyen a magassága a jelerősítőnek, ugyanis nagyobb távolságok esetén is így lesz meg az a beesési szöge a jelnek, hogy bárhonnan tudja nekünk a jelet továbbítani a díperünk. Minden a helyén, most már csak csatlakoztatni kell a jelerősítőt a díperhez, a telefont pedig a jelerősítőhöz, ugyanis ez most ebben a metódusban fog történni, és kezdhetjük a meder feltérképezését és a remek horgászhely megkeresését. A jelerősítő bekapcsolása után két LED villogása jelzi a párosítás megkezdését. A felső LED azt jelenti, hogy a díper csatlakozott a jelerősítőhöz, következő lépés pedig az, hogy a jelerősítőt kell a telefonhoz csatlakoztatni, ami a telefonunk menüjében a Wi-Fi hálózatoknál, aztán utána pedig a Fish Deeper alkalmazást megnyitva tudjuk megtenni. Itt feljön utána 4 opció, ezek közül az etetőhajós funkciót kell választani, és indulhat is az etetőhajós meder feltérképezés a Deeper segítségével. A jelerősítőnek köszönhetően 200 méterig emelkedett a Deeper hatótávolsága, azonban egyes tesztek alkalmával még 250 méterről is küldte a jelet.